Minden évben a pályázat előkészítésével kezdődik. Úgy, hogy az előző év decemberében be kell adni, és a pályázat elbírálása valamikor február végén ér véget. Ez tavaly is így történt, ennél a közmunkaprogramnál is, a 2023-24-es közmunkaprogramnál is decemberben elkészítettük a pályázatot, beadásra került, hiánypótlásra nem hívták fel a figyelmünket, tehát elméletileg úton van a cél felé a pályázat. Bízom benne, hogy ebben az évben is nyertes lesz, mert összesen 167 embernek jelentene ez munkát. Tavaly azért 200 fölött volt ez a létszám. Látható, hogy a kormány minden évben csökkenti a közfoglalkoztatotti létszámot, de Karcag országos szinten is kiemelkedő a foglalkoztatási keret, a foglalkoztatási létszám tekintetében, és természetesen, hogyha magas a létszám, akkor aránylag magas a közvetlen költségek támogatása is, ez így van ebben az évben is, bár ez a közvetlen költség támogatás is a tavalyi évhez képest, tehát a 2022-es évhez képest felére csökkent, 60 millióról 30 millióra. Nagyon sokat jelent ez a 30 millió közvetlen költségtámogatás is, viszont a 60 millió az jobb volt. A főbb programterületek minden évben ugyanazok, így lesz ez 2023-ban is. Évről évre ugyanazokat a programokat lehet most már pályázni, csak van egy nagy szociális program, amelyben vannak közterület fenntartási program, belvíz rendezési feladatok. Sajnos itt is már csak olyan munkákat tudunk elvégezni, amely nem beruházás mértékű, hanem csak ilyen kisebb karbantartási helyreállítási munkákat tudunk elvégezni. Indítottunk egy programot, amely a illegális hulladéklerakóknak a megszüntetésére irányult. Évről évre ez egy nagyon sikeres pályázat, ugyanis annak ellenére, hogy Karcagon van egy magas színvonalú és egy jól működtetett hulladéklerakó, és néhány köbméterig ide ingyenesen beszállítható lakossági hulladék, mégis nagyon-nagyon sok hulladékkal találkozhatunk Karcag külterületén. Ezeket fel kell számolni, össze kell gyűjteni, és ez a hulladék lerakóra beszállításra került, valamint nagyon sok esetben találkozunk elhagyott, eldobott állati tetemmel, vagy állati feldolgozás során a feldolgozás melléktermékeivel, holott a gyepmesteri telep ezt a magánszemélyektől ingyenesen átveszi, ennek ére mégis nagyon sokszor kertek környékén, külterületen eldobálják, ezt is természetesen összeszedjük és beszállítjuk a gyepmesteri telepre, ahol szakszerűen kezelésre kerül, majd utána az ATEV a feldolgozás végsállomására elszállítja. Indítottunk mezőgazdasági programot, indítjuk a helyi programot. A helyi programnak a jellegzetessége és érdekessége, hogy térküzemünkben térköveket gyártunk, valamint van egy kis asztalos és lakatos műhelyünk is, ahol virágládák, fából és fémből készült, a lakatos műhelyben fémből készült kültéri szemeteseket gyártunk. Évről évre megismétlődő program is, hogy említettem, bízom benne, hogy sikeresen fogjuk ezt az évet is zárni ezekből a programokból. A mezőgazdasághoz kapcsolódik a kertészet is. A mezőgazdasági program keretének része a Téglás-2-es kertben található városgazdasági kertnek a művelése, a termelés, amely a későbbiek folyamán a megtermelt termékeket részben értékesítjük, részben pedig a étkeztetésbe forgatjuk vissza, valamint ennek a program elemnek korábban volt egy tojás előállítási program része is, de az a csomagolás nehézsége is a csomagolással történő ellehetetlenítés miatt azt abba kellett hagynunk. Helyette pecsélye csirke előállítást folytattunk 2022-ben, ez folytatódik 2023-ban is. Speciális feladat a palánta nevelés, hiszen minden évben saját maguk szokták a palántákat a kertészetnek előállítani. Nem könnyű a palánta nevelés sem egyébként, nem akarom ezzel kisebbíteni a palánta nevelésnek a kockázatát és munkaigényességét, de szerencsére néhány olyan embert találunk, akik megbízhatóan elvégzik ezt, és sikeresen utána tudjuk kiültetni ezeket a palántákat. Ha sikeres lesz az idei pályázat, a közfoglalkoztatott programmal 2023-ban is szépül városunk.